Sokan kértétek, hogy legyen reggeli rutin videó, úgyhogy arra gondoltam, hogy akkor a mai napomat meg fogom mutatni. Általában minden reggelem hasonlóan szokott indulni, csak az a változás, hogy mikor, hány órakó fog felébredni. Attól függ, hogy a gazdék dolgoznak-e, vagy itthon vannak, értitek? Úgyhogy én általában alkalmazkodni szoktam, de néhány dolgot szeretem, hogyha mindig rendszeresen és ugyanúgy történik, Úgyhogy mondom is, hát először is az ágyból kiszoktam kelni, szépen kényelmesen és lassan, mert ilyenkor még tudjátok fű kell ébredni, aztán kiballagok, és ilyenkor egyből megnézem a játékaimat, jó van, kicskacsák itt vannak, jól érzik munkat, tehén kefe is megvan, majd ezután következik a jutalomfalat, minden reggelt jutalomfalattal szoktam indítani, én ezt az orlándós kolbát szoktam megenni, ebből szoktam reggel egyet kapni, és hogyha ez nincsen, akkor én nagyon hisztis vagyok, tudjátok, ez olyan, mint nálatok a kávé, ameddig nem isztok kávét, addig ne is szóljatok hozzám, ez így van. Aztán gyorsan ezt betörültem, és ezután már elég is sürgős volt, hogy kimenjek piséni. hát sajnos most elég rossz idő van, amikor csúnya idő van, akkor általában sietek, hogyha szép idő van, ha korán nézegetek, meg akkor lemegyünk sétálni is, de most ilyenkor csak kijövök ide pisíni, aztán megyünk is vissza. Ez szokott minden reggel történni, aztán utána pedig megöntözi a gazdi az ilyen a virágokat, amiben én általában szoktam segíteni. Hát ja, csak nézni, másban nem tudok segíteni, maximum ne róla a vizet, meglocsolja ezeket a virágokat, de én most egy kicsit fázok úgy, hogy megyek be inkább. Miután megöntözött a gazdi, egy kicsit foglalkozik velem. Ilyenkor egy kicsit szoktuk gyakorolni a trükköket, meg tudjátok, amiket megtanultam, hogy egy kicsit fejben lefáradjak. Általában ilyenkor mindent szokott kérni tőlem néhányszor. Ezt van, amikor kint szoktuk, közben, valamikor meg itt bent a lakásban, de mivel most rossz idő van, ezért úgy döntöttünk, hogy bent fogjuk ezeket csinálni. Hát itt már eléggé felélénkültem, Úgyhogy mindent megcsináltam egy kis kajáért. Ez így szokott kinézni általában, furog, izé minden, aztán utána pedig felülök ide a székre, gazdís felül a székre, bekapcsolja a laptopját, vagy feltölti nektek a videót. Minden reggel felszokta rakni, és este pedig ti is meg tudjátok nézni, én pedig ebben szoktam segíteni. Ilyenkor általában, hogyha ez megvan, akkor utána szokott egy kicsit videót vágni, meg dolgozni a gépen. Ez mindig így néz ki. Ezt tudom már kicsit uncsi, de általában én mindig így szoktam ülni, és végignézem, ahogy ezt csinálja. Így szoktam szugerálni. Mert ilyenkor azért már egy kicsit kezdek megéhezni, úgyhogy remélem, hogy hamar végez. De képzétek el, hogy nem szokott olyan hamar végezni, aztán szóval utána kicsit rendet rak konyhába, valamikor este rak rendet, valamikor reggel, hát ez most úgy alakult, hogy reggel csinálja, úgy, hogy most ezt is még meg kell várnom, ameddig elpakolja ezeket az edényeket, legalább elmosogatott, úgyhogy ez egy jó pont. Addig én a szőnyegen szoktam ülni, és indét szoktam nézni, hogy mit csinál. Segíteni én nem szoktam ebbe. Aztán a következő dolog szintén az én fárosztásomra lett kitalálva, az nem más, mint ez a logikai játék, amit ebbe a dobozba tárolunk, ezt már szedig is ki a gazdi, és megmutatjuk nektek. Hát ebbe jutit kell belerakni, reggel általában elég sok ilyen apró jutit szoktam kapni. Tudjátok, hogy ha a gazdi nincs itthon délután, akkor is ne legyek éhes, de mondjuk nem szoktam éhes lenni, csak jutira, aztán ezeket szépen beletölti, Ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy Merlin, nem ér figyelni, hova rakom, de én mindig figyelni szoktam. Aztán képzeljétek el, hogy ebbe én már olyan profi vagyok, hogy egy perc alatt ki tudom szedni az összeset. Általában hogy kétszer-háromszor meg szoktam nézni ugyanazt a tartót, mert hát, hogyha az úta, utá, egyszer kiszedtem, lett benne új juti. Tehát nem szokott lenni, Hát én ezt a nagyot mindig úgy kipöckölöm, hogy elmegy a szoba másik felébe, így szokott történni. Látjátok, kinyitom, becsukom, kinyitom, becsukom, ez mindig így van, aztán ezt egy kicsit nehéz leszedni, de hát már le is jött. Úgyhogy én szerintem sikerült kiszednem belőle az összkaját, hát az hitte a gazdi, hogy ezen most pár percig el fog szórakozni, tehát látjátok, már készen is vagyok. Úgyhogy várom a következő feladatot. Na, most egy kicsit labdázni fogunk. Imádok reggelente labdázni. Már azt mondja a gazdi, hogy én ilyenkor nagyon hangos vagyok, és azt nem annyira szeretik az emberek. De hát azért pázol, ehhez szokta dobni nekem. Hogy tudjátok, ha már rossz idő van, akkor egy kicsit mozogjak is itt bent, de csak egész nap punyadjak, azért, mert akkor este hiperaktív szoktam lenni. Ilyenkor reggel általában még kiszokta a gazdi írni az élőadásuk időpontját, és addig én tovább labdázok. Még mielőtt a gazdi elkezd készülődni, mert el fog menni, meg szokta csinálni az ágyat. Persze én mindig itt szoktam lenni, és segítek neki, vagyis hát megmondom őszintén, hogy általában csak hátráltatni szoktam, és ilyenkor időnként kedvet kapok arra, hogy verekedjünk. Kátyátok, beindulok! Ilyenkor beszoktam gyújtani a rakétákat, aztán lelépek. egy kicsit mérges úta a gazdi, mert leugrottam az ágyról, és az nem annyira jó. Aztán szépen megcsinálgatja, de most már kezdek falkaséhes éhes lenni, úgyhogy igyekezhetne kicsit gyorsabban, addig, ameddig ezzel tevékenykedik és elkészül, addig játszuk ezekkel a kiskacsákkal. Aztán majd úgy is látjátok az egyik videóban, hogy hogyan szoktam velük foglalkozni ez egy egész napos program szokott lenni, de ez most csak egy reggeli rutin videó, így most csak egy részletet láthattok abból, hogy mit szoktam csinálni a kiskacsákkal. Hát most ez a fehér a kedvencem, meg a kis sárga, de valamikor más, úgy, időnként változtatom a véleményemet. Na, és a gazdi két otta a hüttőt, ez elég jót jelent, remélem, hogy én fogok kaját kapni. Ilyenkor mindig ott termek egyből, Megnézem, hogy mit fog készíteni. Igen, ez az én kajám lesz, úgy látom. Már rakja is ki nekem. Hú, de jó illata van. Hát ilyenkor indítem, megyek el. Csak tudjátok, olyan lassan szokta ezt a kaját elkészíteni, hogy addig én már ötször éhen halok. Na de, most már. Ahó, itt állok, nem potyam valami le? Nem disznek vagyok itt, hanem a leputyanok hajáért. De hát sajnos nem mindig szokott lepottyanni, viszont most nem mérgerődök azért, mert nekem készít reggelit éppen, úgyhogy előbb-utóbb az én gyomromban fog ez a finom falat. Na lássuk, na a végre már hozzá ide a szőnyegre. Hát tudom, tudom, nem kéne a szőnyegre reggelizni, de hát én általában így szoktam enni, azért, mert tudjátok, a kövő, meg a parkettám fázik a lábam, és hogyha oda rakja, akkor egyesével idehozó a szőnyegre, és akkor belekenődik, és ezt a gazdi általában próbálja megerőzni, úgyhogy én most kiválogattam belőle a finom falatokat, s utána képzeljétek el, én annyira megszomjaztam, rájöttem, hogy már olyan rég ittam, úgyhogy most szerintem ezt az összes vizecskét meg fogom inni, csak azon gondolkodok, ha ezt mind megiszom, akkor mégis hogyan fogom a kiskacsákat megfűdetni? Hát jó van, talán majd a gazdi újra tőti. még egyszer megnéztem, hát ha a száraz mellett valami még van, de nem volt. Úgy, hogy még egy kicsit kihiszom az összes minecskét, aztán még csöpögtetek mindent, most pedig egy kicsit lefekszek, Ameddig készülődik a gazdi, mert nem tudom most hova megy, lehet, hogy dolgozni, vagy boltba. Ez ilyen ki szokott derülni. Aztán Na, no, készül, arra gondoltam, hogy egy kicsit szétpakolok, ilyenkor szét szoktam pakolni. Hát, mindig kiválasztok egy-egy kis játékot. Most például a zöld kis kacsát szedtem ki, ez pont jó lesz. Ezzel most még egy kicsit fog játszani. Aztán elcsomagoltunk egy dobozt, mert nektek küldünk egy kis tacsit, úgyhogy ezt most a gazdi valószínűleg el fogja vinni a postára. És azt hiszem, hogy nekem is jön csomag, úgyhogy ez ilyen kölcsönös. Aztán ezután elment a gazdi, és énétől kezdve véget ért az esti rutin, úgyhogy ez a videó is ennyi lett volna. Köszönöm, hogyha itt voltatok, és ha megnéztétek, remélem, hogy tetszett nektek. Írjátok meg, hogy még milyen videókat készítsek, mert akkor, ha ti ötleteiteket is bele fogom tenni a videóba iratkozzatok fel a csatornára, mert már nem sokára elérjük az 50 ezer feliratkozót, de lehet, amire kimegy ez a videó, már meg is van. De jó lenne? Na jó van, meglátjuk, én megyek egyet pihenni, várom a gazdit. Na sziasztok, cső!